Így modellez ollós csapolást. Atomgyorsan. Csinálj egy négyzetet a rectangle tool-al. Extrude át 21 mm-re, az élét oszd 3 egyenlő részre, készíts egy másolatot, extrude át a két külső részt, így megkapod a csapot. Forgasd el 90 fokkal, a translate tool segítségével illeszd egymásba, és a subtract vagy kivonás eszközzel vont ki az egyiket a másikból. Meg is kaptad a fészek részt. Adj neki faanyagot, és kész is az ollós csapolás.